Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb kreatív építős videóban. Ez itt az Építek minden biomon negyedik része, az egyik kedvenc sorozatom ezen a csatornán. Mivel ez már a negyedik rész, és a név eléggé magáért beszél, ezért nem mondanám el még egyszer a koncepciót, inkább belevágnék, ugyanis június van, azaz nyár van, ami azt jelenti, hogy elhozhattam nektek a Minecraft legnyáriasabb hangulatú éghajlatait, ezek közül is hármat. Az első nem más, mint a Buja dzsungel a maga óriás fáival, sűrű növényzetével. A második az élettel teli színes és csodálatos korallzátony. A harmadik pedig, hát ennek a kontrasztja, az eléggé sivár, kopár, sivatag, amit megpróbálunk egy király kis építménnyel feldobni a mai nap. Azt hiszem, hogy ezekről a biomokról ennyit tudtam elmondani, nem is szaporítanám tovább a szót, srácok, jó szórakozást nektek! Vágjunk bele az építésbe! Rögtön az első, a dzsungel. Ezt a biomot már nagyon rég kinéztem magamnak, de szerettem volna a nyári hangulatú videókra tartogatni, hát mégiscsak ugye az érzés a hangulat miatt. Rögtön ide raktam egy barlangot, ami eredetileg nem volt itt, próbáltam a cián színekkel játszani, ezért a prizmarin és a cián terrakotta. Na de akkor menjünk fel a felszínre, itt szépen megcsinálom ugye a terrént, a landscapinget, és itt volt egy alapkoncepció fejembe, amit már akkor kigondoltam, amikor elkezdtem ezt a sorozatot, csak aztán végül ezt beraktam a kukába, és jött egy másik, nem tudom, hogy miért, ahogyan építettem, úgy változott meg az ötlet a fejemben. Végül úgy voltam vele, hogy legyen nagyon zöld ez a rész, ez a telek, legyen zöld, és legyen érdekes, és legyen olyan, mint egy dzsungel, hogy bárhova nézel, szinte ismeretlen és idegen az, amit látsz, ugyanis nem vagy hozzászokva az ottani élethez. Pontosan ezért egy központi elemként egy ilyen nagy húsevő növényt választott, amit szépen próbáltam több dimenzióba így elhelyezni, hogy tényleg élethű legyen, valamint igyekeztem nem túl szimmetrikusra csinálni, és végül amikor kiszíneztem, akkor az egész így életre kelt, és itt szerintem tök jól néz ki. Akkor végül ugye ennek csináltam egy ilyen nagy-nagy gyökeret, és akkor itt gondolkodtam el, hogy mit lehetne még ide rakni, és természetesen, hát mi jutott eszembe, még több húsevő növény, szép színes Vénusz létcsapói, és még egyéb növények is kerültek később ugye erre a plotra. Ebből csináltam három darabot, és azokat helyeztem el, forgattam el szépen a telkünkön, majd áttértem a struktúrákra, a házakra. Nem akartam semmiképpen valami törzsi hangulatot csinálni, ugyanis ezt az előző Építek minden biomban videóban eléggé kimerítettük. Szóval itt igyekeztem valami picike, fantasy kunyhót összehozni, ami szerintem eléggé feldobta a kis telkünket, ami amúgy ilyen több, kisebb, egyszerűbb dologból áll, de pontosan ettől lesz sűrű és dzsungelszerű. És végül jöhettek a fák. Ugye a fáknak eléggé sűrre csináltam az ágazatát, és végül ugye hengereket, cilindereket használtam a lomboknál, ahogyan az a vanilla fáknál is van. Ezt egy kicsikét később alakítottam, mert annyira mégsem lett jó, de végül így nézett ki a telkünk egy kis pofozgatás és egy kis részletezés után. Ó, a csodálatos korallzátony! Akik ismernek, azok tudják, hogy ez az abszolút kedvenc biomom az egész játékban. És mi az első dolog, ami az embernek eszébe jut, hogyha meghallja a korallzátony szót? Az élettel teliség, a rengeteg élő lény és a színesség. Na hát pontosan ezért egy organikot szerettem volna felhúzni erre a kétszer két csánkra. Eleinte nem tudtam, hogy milyen organikot, aztán természetesen, mint látjátok, szerintem a formából már kitalálható, hogy egy tengeri csikó mellett döntöttem. Ezt a tengeri csikót nagyon-nagyon jó kis fun volt felhúzni, és az egyik ilyen különlegessége az építkezésnek az ugye a faragás volt. Teljesen másik módszerrel közelítettem meg ezt az organik építést, mint bármelyiket ezelőtt. Nem felhúztam egyik blokkról a másikra, hanem volt egy alap kétdés formám, amire szépen felhúztam egy tömböt, és kifaragtam az egészet. Egészen jó móka volt, és ténylegesen egy új tapasztalat, szóval jó volt kipróbálni. Egy másik dolog, amit még észrevettem a felvételnek a visszanézésekor, az nem volt más, mint hogy nagyon sokáig vullal dolgoztam. Tehát annyira jó volt ezeket a kerek formákat, organikus görbületeket megcsinálni, hogy egészen sokáig megtartottam a vullos alakot, és csak a későbbiekben váltottam át a többi rendes, textúrázott blokkra. Lassan a tüskék is felkerülnek a tengeri csikónkra, ami egyébként a valóságban is megtalálható állaton is rajta vannak, csak itt sokkal drámaibbak, sokkal élesebb a végük, valamint kapnak egy ilyen üveg hátteret, hogy még egyszer, még drámaibb legyen a hatás.
Szépen lassan elkészültem a mozgó csikónknak a formájával, ezután pedig jöhet a háttérbe a hínár. Egyébként a hínárt már egy pár héttel ezelőtt megépítettem egy Drowned Organichoz, viszont volt valami, ami mindenképpen kellett ide, néhány nagyobb korral. Eredetileg csak egy színben akartam őket megjeleníteni, aztán rájöttem, hogy miért is, hiszen a korallzátonyoknak éppen az az egyik nagy érdekessége, hogy különböző színekben pompáznak. Eredetileg erre a magentás, pinkes színre gondoltam, aztán végül a második korallunkat átszíneztem sárgásra, és helyet kapott a háttérben egy kék színű korall is. Végül pedig így fest a kész építményünk. Na most még én raktam ide néhány üveghullámot a háta mögé, hogy látszon, hogy mozgásban van, azért van az a farokrész annyira hátul, mert ő éppen siet valahová. Viszont azon felül mindennel elkészültünk. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem az első dolog, ami eszembe jut, amikor meglátok egy sivatagot a játékban, az az, hogy ez eléggé kopár. Úgyhogy igyekeztem ez alatt az építés alatt valamivel feldobni, egy kicsikét tompítani a kopárság érzetén. Éppen ezért gondolkodtam, és úgy döntöttem, hogy hát igen, egy struktúra kellene ide, ami nem lenne más, mint egy sivatagi templom a saját elképzelésemben. Mivel ez egy kétszer-két csánkos építmény, ezért természetesen csak az egyik falára jutott hely, viszont ezt próbáltam, igyekeztem érdekesre megcsinálni, mint ahogyan azt már mondtam. Egy nagy lebegő arccal kezdtem, ami végül ugye egy szikla fallán nőtte ki magát, ugye későbbiekben majd azt is megépítjük. Jelenleg itt a templomnak ezt a falát láthatjátok, amin ez az óriási nagy fej áll. Ez a törzsi maszk, hogyha lehet ilyet mondani, valamint itt van még az utunk, amit a későbbiekben egy csomószor megváltoztatok. Bizony meg fogom változtatni, ugyanis folyamatosan kitakartam vele a falunkat, ami éppen nem nagyon célszerű. Emellett van két kicsi kertecskénk ott fent, és ezek szépen lassan kapnak bokrokat, különböző növényeket, pontosan azelőtt, mielőtt nekiálltam volna a már emlegetett sziklafalnak, és végül pedig a sziklafalnak is nekiállok, egy kicsikét ilyen sötétebb lesz az alja, akkor középen egy picit már világosabb, és végül pedig cobblestone a teteje. Az oázis hangulatot igyekeztem erősíteni, ezért kap a sivatagunk néhány ilyen füves spotot, füves részt. Ezekre pedig pálmafák épülnek. A későbbiekben a vizeknél kicseréltem Verdedittel a biomot a korallzátonynak az éghajlatára, ezért kap egy ilyen türkisz kékes varázslatos szint, ami nekem személy szerint nagyon-nagyon tetszett. Ezzel viszont elkészültünk, megvan a harmadik plot is. Luka! Üdvözöllek titeket a körbejáráson! Igen, ismételten itt vagyunk, hogy egy kicsikét közelebbről, testközelből meglessük ezeket az építményeket, csak hogy lássátok, hogy mégis mit, hogyan csináltam, valamint hogy mi volt a gondolatmenetem. Itt egy kicsikét szabadabban ki tudom majd fejteni. Na hát eredetileg először a dzsungelbiomra szerettem volna, igen, egy húsevő növényt, viszont a húsevő növény más blokkokból lett volna, és hát egy ház lett volna, tehát tulajdonképpen ezt a palettát akartam használni, és ez a húsevő növény lett volna a ház. Csak aztán rájöttem, hogy hát valamiért egy kicsikét mégis úgy érzem, hogy kevés a zöld, kevés a dzsungel hangulat a ploton, vagy hát kevés lenne, ugye ezt megterveztem így előre, és végül egy kicsikét zöldebbel próbálkoztam, sok növény, kevés ház. Úgyhogy végül így állt be a balansz, hogy hogy néz neki maga a dzsungel. Akartam valami különlegességet is, nem csak magára a dzsungelre szerettem volna fókuszálni. Fontosnak tartottam, hogy legyen benne valami olyan, amit eddig még nem csináltam, ezért egy kicsikét megemeltem az egészet, és raktam ide egy nagyon egyszerű, végtelenül egyszerű barlangot, csak azért, hogy legyen itt valami, ami nem annyira fontos, de mégis így elkapja az embernek a tekintetét.
Hogyha feljebb jövünk, akkor láthatjátok, itt vannak ezek a tipikus kis korongbokrok, amiket szeretek építeni. Hogyha az embernek nincsen jobb kitöltő ötlete, akkor ez például tök jól működhet. Hát akkor a Vénusz légycsapói, ezeket tök király volt megépíteni, érdekes volt ilyen kevés blokkkal dolgozni, és mégis kihozni belőle valami felismerhetőt. Akkor a picike házak ugye a kunyhókra, azokra annyira nem akarok nagy figyelmet fordítani, szerintem egészen egyszerűek, szóval itt nem kell túlságosan sokat magyarázni. A szalma blokkokkal próbálkoztam, esetleg még lehetett volna egy kicsikét textúrázni, mondjuk különböző sárgákkal, olyanokkal, amiket annyira az ember nem szokott használni, hát például így, akár ezt meg így megtettem volna. Viszont nem tettem meg, hogy ne hasson az egész túl zsúfoltnak, úgyhogy ezt így most itt is hagyom. Hát még valami érdekesség, amit csak itt magamnak vagy építettem. Ugye ezekben a növényekben általában van egy nyálka, egyfajta nyálka, aminek ilyen édes illata van, vagy erős, büdös, és oda hívja magához a különböző rovarokat, és szépen beleragadnak. Na várjátok csak egy pillanatot. No, oké, elvileg ennek így szebbnek kell lennie. Igen, igen, szépen kikapcsoltam a textúrákat, ugye az összekapcsolódó textúrákat. Na, és így már nincsenek itt azok a vonalak. Sokkal jobban látható. Oda le még raktam egyébként ilyen kobveveket, ami szerintem itt tök jól megadja neki ezt a lenti, nagyon sűrű nyálka hangulatot, és akkor ugyanígy jövünk a tetejére, egy kevésbé sűrű, eléggé kevésbé, ugye homályos. A fák pedig amúgy eredetileg korongokból álltak, mint a rendes vanilla dzsungelfák, viszont ezt megváltoztattam a későbbiekben, valahogy nem hatott annyira jól, nem fordítottam rájuk túlságosan sok figyelmet, ugyanis csak egy ilyen háttérként szolgálnak, úgyhogy annyira nem dolgoztam ki őket. De túl sokat töltöttünk el itt, menjünk is tovább egyből a korallzátonyra. Korallzátony, kedvenc biom, abszolút, ezt le se lehetne tagadni, ezt nagyon-nagyon sokszor elmondtam már. Ugye, mint látjátok, eléggé érdekes a dinamikája magának a plotnak. Tehát van egy vízben lévő korallzátonyunk, ami a rendes vanilla korallzátony. Aztán itt az egész úgy néz ki, mintha a víz alatt lenne. Igen, ez egy kicsikét ilyen spongyabob logika, tudom, hogy víz alatt strand, meg víz alatt tűz, stb. De még egyszer, itt nem az a lényeg, hogy konkrétan a vanilla terrénre építsünk, és az annak úgy legyen egy értelme, egy nagy értelme, átfogó értelme együtt, hanem inspirálódunk a vanilla terrénről. Szerettem volna meghagyni, és nem kicserélni mondjuk sima homokra, mint mondjuk a tengernek az alja, ezért megtartottam a sima vanilla terrént, és úgy építettem rá, hogy egy kicsikét a fantáziánkat kell használni, hogy ez az egész így egyben van a víz alatt. Nem csak ez van a víz alatt. De szerintem ezt nagyon jól fémjelzik, ugye a buborékok például, valamint a lebegő hínár, meg hát természetesen maga a tengeri csikó, ami, mint mondtam, mozgásban van, arra felé megy, és ezt hát igyekeztem az alakjával kifejteni. Viszont azt vettem észre, amikor elkészültem, hogy olyan, mintha egy kicsikét derékba lenne törve, tehát nem lehetett megérteni elsőre azt, hogy azért van ez a kis farkincája itt hátul, mert ő éppen gyorsan úszik valahová. Ezért ilyen hullámokat raktam ide, ugye több dimenzióban vannak, tehát nem egyenesek, hanem egy, kettő, három különböző dimenzióban helyezkednek el, hogy azért lehessen látni, hogy ezek mégiscsak hullámok, nem csak így, tehát ne legyenek laposak, hanem azért lehessen látni, hogy ilyenek. Na szóval igen, sima sötétkék üveget használtam oda, és szerintem ez már azért mutatja a mozgást, mutatja a dinamikát, és látszik, hogy valamilyen cselekvés történik éppen ezzel a csikóval kapcsolatban. Ami például meglepődtem, hogy elsőre a fejnek a formáját sikerült eltalálni. Amikor nekiálltam magának az organiknak, akkor teljes mértékben abban a hitben voltam, hogy na, azt biztosan egy párszor újra kell építenem. És ahhoz képest a farok rész sokkal-sokkal nehezebb volt. De nem baj, végül elkészültem, összeállt, és így néz ki a tengeri csikó organikunk. És akkor végül a harmadik, a sivatagi építmény. Na hát itt úgy érzem, hogy a timelapse alatt nem sikerült elég jól megragadnom a lényeget és elmagyaráznom magát a gondolatmenetet. Ugye, tehát eléggé kevés időm is volt, meg szerintem nem arra fókuszáltam a beszédem alatt, amire kellett volna. Tök mindegy, itt vagyunk, erre valók a körbejárások, hogy egy kicsikét jobban kifejtsem az alkotói gondolataimat. Hát ugye nagyon szép a shader, nagyon szépek a fények, nagyon jó, hogy ilyen szép színes, de valahogyan mégsem ad igazságot ennek a teleknek, úgyhogy egy picikét most kikapcsolom. És hogy miért kapcsoltam ki, szerintem egyből látszik.
Rögtön itt van az, hogy sokkal jobban láthatók a különböző színváltozások. Nem mindennek egy ilyen érdekes narancsárgás színe van, valamint amit nagyon-nagyon sajnálok még a shaderökkel kapcsolatban, hogy a különböző vízfajtáknak ugyanolyan színe van, legalábbis annyira nagyon hasonló, hogy szinte már-már megkülönböztethetetlen. És itt azért fontos szerepet játszik ez a türkisz kék szín, ugyanis szerettem volna a Minecraft Dungeonsből áthozni azt a hangulatot, most itt tűzök ki a képernyőre egy kis képet, egy screenshotot onnan, hogy ott hogy néz ki a víz. Ugye ott van maga a homokkő, ez a bézs szín, ez a nagyon enyhe bézs szín, ez a vajszín, és amellé nagyon-nagyon jól passzol ez a türkiszkék, úgyhogy ezt mindenképpen szerettem volna megjeleníteni. Még valami, amivel egy kicsikét smoothabbá, simábbá tettem a terrént, az az, hogy használtam például homokkő szlebeket. Ezzel ugye a szinteket meg lehet csinálni, hogy sokkal barátságosabbak, sokkal inkább természetesebb. És most nézzétek meg, tehát nem ennyire élesek, és szépen így lehet rajtuk sétálni, ugye ez látszólag is egyből itt van, hogy ó, hát ezen föl tudnék menni. Ugye sokszor, amikor az ember Word Edit-tel dolgozik például, bár ezt pont nem azzal csináltam, de ez egy példa, hogy amikor az ember Word Edit-tel dolgozik, akkor sokszor az utakat úgy építi meg, hogy mondjuk nem tudna rajta a karakter végig sétálni, mert 2 blokk magas az a rész. Én ezeket általában ki szoktam javítani, de régen én is úgy hagytam őket. Szóval igen, abból tanulva a terénre jobban odafigyelek, és sokszor szlebekkel simítom ki őket. És még valami, ami szerintem shaderrel nem látszik, ugye a színváltozás például ennek a masknak a hajrészében, valamint a hátul lévő kis hegységben, ezt még mindenképpen meg akartam mutatni. Na de azért víz szín ide vagy oda visszakapcsoltam a shadert még egy utolsó pillantásra, hogy megláthassuk ugye a csodálatos fényekkel ezt az építményt. Így utoljára. Ó, és még valami, amit nem tudom, hogy elmondtam el a timelapse alatt, az nem más, mint hogy ide raktam végül 2 kézfejet, mint hogyha ez az organikunk, vagy hát nem is tudom, ez az építészeti kuriózumunk megragadná ezt a falát ugye ennek a templomnak. Na most ezt még csak érdekesség akartam elmondani, nem biztos, hogy így annyira feltűnő és annyira látszik, de azért ott van, és gondoltam, hogy ha már itt vagyunk a körbejáráson, akkor erre is felhívom a figyelmeteket. Na de srácok, illetve lányok, én ennyi lettem volna mai napra. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és remélem, hogy élveztétek magát az építést és a körbejárást is. Egy kicsikét nehezebb volt ez a procedúra, ugyanis eléggé beteg vagyok, sajnos, de most már jobban vagyok, de a lényeg az, hogy kicsikét nehezen készült el ez a videó. Úgyhogy ha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, valamint iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek. Vigyázzatok magatokra, ne felejtsetek el nekem tippeket írni, mi legyen a következő 3 éghajlat, amire építünk, és hát legyetek jók természetesen. Hamarosan újra találkozunk. Hellóka, sziasztok! Pápá!